Egészséges életmód időskorban címmel szerveztek vetélkedőt a Barátság utcai idősklubban csütörtökön. A résztvevők egészségvédelmi totót tölthettek ki, amelyben személyi higiénével kapcsolatos kérdésekre kellett válaszolni. Belső szervekről készült rajzokat kellett kirakni és felismerni, de praktikus torna gyakorlatokat is elsajátíthattak az idősek. A Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ minden hónapban több programot is szervez, hogy a nyugdíjas korúak tartalmasan tölthessék szabad idejüket.